Július első felében Németországba utazott a Hajósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület delegációja, hogy részt vegyenek a Hírlingeni Önkéntes Tűzoltóság 150 éves fennállása alkalmából szervezett rendezvényen, ezzel tovább erősítve a jó kapcsolatot. Különböző programokon vehettünk részt. Voltak szakmai programok is, gépbemutatók, tűzoltóautó bemutató, rengeteg ilyesmi, de ez inkább a barátkozásról és a kötetlen beszélgetésekről szólt, egy ünnepről. Bányai Attilától megtudtuk, a két önkéntes tűzoltóságot régi kapcsolat köti össze. Első tűzoltóautójuk is testvérvárosunkból érkezett. Körülbelül 30 éve érkezett az első tűzoltóautó hajósra, ez Hirlingenből, ezt ők adományozták hajós városnak. Azóta is, most már nincs használban, mert van egy másik autónk, de azóta is üzemben tartjuk, tehát karban tartjuk és foglalkozunk vele, hogy üzemkész állapotban legyen mindig. Azóta van inkább szoros kapcsolat velük. Azóta folyamatosan, szinte évente vannak, 2017 óta inkább évente vannak találkozók. Egyik évben mink szoktunk kimenni a következő ők jönnek, és akkor így közösen ünnepelünk, veszünk részt egymás rendezvényein. Már az idei évben is voltak látogatóik Németországból, de novemberben is érkeznek majd hozzájuk tűzoltók. A Hirlingeni Egyesületet pedig a jövő évi rendezvényükre is szeretnék majd meghívni. Árult Bányai Attila, aki érdeklődésünkre elmondta, mit is adhat egy ilyen kapcsolat. Szakmai tapasztalatot, motivációt és ugye mintát egymásnak az összefogásról, a csapatépítésről, a, hogy a fontosságról, hogy milyen fontos egy egyesületben a az összefogás, összekovácsolni egyesületeket, embereket, családokat, ezt a mintát, és barátságot természetesen a tagokkal, parancsnokúrukkal.